Sziasztok, a továbbiakban a Liverpool Ferencváros, Európa Liga párharc, két mérkőzésből álló párharc első mérkőzéséről hallgatod meg az összefogalómat. Nem lesz benne kép, nem lesz benne videó, de ez nem meglepő, hiszen nincs szerintem Magyarországon ember, aki szívesen megnézni ennek a mérkőzésnek akár az összefoglalóját, akár a teljes mérkőzés, maximum abból azért, hogy tanuljon belőle mely pontokon lehet elmagyarázni, lehet egy kicsit megmutatni azt, hogy a Ferencváros miért szenvedett verességet. Erre teszek kísérletet ebben a videóban, és ha te ezt eleve tudod, akkor nem is biztos, hogy végig kell nézned, de a kíváncsi vagy az én véleményemre, akkor nagyon örülök, ha meghallgatod. Én két ponton látok problémát, mind a kettő a csapat felállításában van, aki látta az esélyesőmet, nem lepődik meg azon, hogy én azt javasoltam, azt gondoltam megfelelőnek, hogy egy ilyen csapat ellen, mint a Leverkusen, amelyik megpróbál a hátvédsor mögé játszani, illetve a betömörülő védelem ellen pedig távolról lőni, ezek egy, egy három belső védőt kellett volna pályára tenni, és elég valószínű módon. Vécsei helyett ugye Kovácsevicset kellett volna behozni, ez természetesen azt jelenti, hogy Zakari is kicsit hátrébb is lett volna, és Goyák lett volna az, aki összekötötte volna Traorét és Marquinhos a labdával, Ryan Maét nem tettem volna fel a pályára, hiszen várató volt, hogy Tach és teljesen leveszi őt a, a, pályáról, ez meg is történt, küzdött, harcol, de, de gyakorlatilag ha éppen hozzájutott a labda, akkor nagyon rossz pozícióba kapta meg, elég lezser is volt, ezen a mérkőzésen, de teljesen felesleges volt szerintem így játszanunk. Na most, hogyha három belső védő van, nagyobb az esély arra, hogy kilépnek, például a 11. percben, amikor is egy nagyon ügyes Demir Virc passzolgatás után Demir egy gyönyörű gólt rúgott, talán életébe nem rúgott ilyen szép gólt, Dibusz ezt nem érhette el. És innentől kezdve tulajdonképpen egy másik mérkőzés kezdődött, mert egyrészt a Ferencvárosnak továbbra is kellett őrizni a védekező vonalat, nagyon helyesen egyébként a 16 pár méterre előre húzta fel Csercseszova védővonalat, tehát ez nem volt baj, nem tudtak mögén kerülni, akárhogy is próbálkoztak, tehát ezt a feladatot is megoldottuk, sőt, Knuszta és Abena kifogástalanul játszott, azt kell, hogy mondjam nektek, hiszen egyik gól sem az ő lelkükön száradt, a, a, második az különösen, hiszen ugye a Ryan hátra hátrafutott és elkövetett egy szabálytalanságot, és így, így született meg ugye a szabadrugás helyzet, és aztán, hogy a labda hova pattan ki, erre előre számítani nyilván senki nem tud, pont szoba fejére pattan. Na de visszatérve a lényegre, innentől kezdve a Ferencváros megoldotta azt a kettős feladatot, hogy egyrészt nagyon stabilan védekezzen, másrészt pedig megpróbál kontrázni. És nagyjából egy 15-16 perc után a gólt követően egy fantasztikusan jó helyzet alakult ki, ugye a Vécsei átemelte Zakari hez aki három védő között átemelte Kradeckin, és a kapufán csattant a labda. Ebben simán benne volt az egyenlítés. Szóval azt kell mondjam nektek, hogy a Ferencvárossal most a Fortuna, a szerencse istenője nem nagyon volt. Annak ellenére sem hogy a Ferencváros szurkolói mindent megtettek azért, hogy megjelenjen ez az Istenasszony, hiszen valami fantasztikus módon buzdították a csapatot, és, és ha tulajdonképpen lehetne osztályozni a Ferencváros és a Leverkusen szurkoló akkor úgy nagyjából az 5-0 lenne reális a Ferencváros javára. Na de visszatérve a lényegre, a Ferencváros nagyon sokáig, tehát tulajdonképpen a, a 12. perctől egészen ugye a tapszoba gólyáig, ami a 86-ban volt, tehát 70 négy percig kifogástalanul megoldotta azt a feladatot, hogy nem juthatnak helyzethez a Leverkusen játékosai, és mi pedig kontrázunk. Ezek között a kontrák közül rengeteg veszélyes volt, én egy kicsit a golyákot hamarabb hoztam volna be, jobban mozgatta volna a játékosokat, és bizony Zakariasszennek a lábában is benne volt még egy gól, tehát szerintem, ha ha Máé nem játszott volna, Golyák játszott volna, lehet, hogy még több esélyünk lett volna a gólszerzésre. De ezen már nem kell gondolkodni, mert itt jön ugye a a lényege a történetnek, hogy Ryan Mai egy hátrajött, hátrajött, nagyon rosszul sikerült szerelése után egy nagyon jól eltalált szabadrugás rúgtak, a cselekként beállt játékos, kapufára rúgta, és a kipattanót befejelték. Ez tulajdonképpen, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos mondat, amit fogok mondani, és nem véletlenül az a címe a videómnak, hogy fel a fejjel, ez most tulajdonképpen egy olyan előny a Leverkusennek, ami nagyon könnyen ledolgozható, több mint 60 ezer fanatikus néző előtt a Puskás stadionban a Ferencváros mindent meg fog tenni azért, hogy ez megtörténjen, úgyhogy én egyáltalán nem féltem a Fradit, kettő-kettőre ezt a párharcot simán lehet hozni, és utána pedig hosszabbítással vagy 11-esekkel tovább lehet jutni, ezt nagyon komolyan gondolom, mert nyilvánvalóan a Ferencváros a saját közönsége előtt még motiváltabb lesz, még határozottabban, még keményebben fog játszani. Alapvetően azt kell mondjam nektek, hogy Túl nagy bírálat senkit sem illethet, emberfeletti módon játszott néhány játékos, ugye emeljük ki leginkább Zakaria Szent, aki hátul elől próbált segíteni, óriásit játszott Esziti, ezt elmondtam az esélyeső beharangozóban, hogyha nem kell ráfutni Eszitire, és nem kell versenyt futni ugye Eszitinek, akkor nagyon jól fog játszani, kifogástalanul játszott, és bizony, hadd mondjam azt, hogy nagyon hiányzott Besics, hiszen ugye Vécsei viszont nem játszott annyira jól, ellenben a Kruster

úgy játszott, mintha nem tudom hány mérkőzés után óta együtt játszottak volna, onnan csak Kovácsovics hiányzott középről, és ezen néhányan felsziszennek, hogy Kovácsovicsnak mindig voltak hibái. Ja, akkor, amikor két védővel, két középső védővel játszottunk, három középső védőnél, ha ő elhibázik valamit, akkor a többiek segítenek. Úgyhogy, úgyhogy azt kell mondjam, hogy Tuster abban nagyon biztató volt, Csivics nagyon jól játszott, Botka fantasztikusan jól játszott, és, és, lehet, hogy sokan megszívják, hogy, hogy nem kellett volna a vircel veszekednie, ezért kapta a és nem fog játszani a visszavágón. Azt kell mondjam nektek, hogy nagyon-nagyon nagyon-nagyon jó volt az, hogy ő, ő, ő szóban is, meg, meg tedben is, meg keménységben is, meg határozottságban is felvette a versenyt a németekkel. Láthatóan a németeket rendkívül fejedegesítette Botka játéka, legyenek is idegesek, és majd Vingó is mutasson hasonlót a, visszavágón, és akkor még ki is állítanak néhány németet. Úgyhogy egy szó ne érje Botkát ebből a szempontból. Hát elől pedig ugye Márkiniusz és Trauré rengeteget mozgott. Egyedül Majé volt az, aki egyszerűen el lett tüntetve, és amikor próbálkozott, akkor se volt igazán jó formában. Úgyhogy ezekből ezeket kell megtanulni. De a lényeg az, visszatérve arra, amit szeretnék mondani, és tényleg ez a legfontosabb mondat, hogy egy 2 0 ás vereség idegenben, egy kupa párharcban nem nagy vereség. Tehát ne temessük a fradit, ne kezdjük el mondogatni azt, hogy semmi esély a továbbjutásra, az elején kell rúgni egyet, nagyjából az első 20 percben, ahogy a nők is berúgták, és utána pedig ott lesz 70 perc arra, hogy a Ferencváros legalább döntetlenre hozza ezt a párharcot. Nem lehetetlen ez a történet, a Leverkusen gyakran kap gólt, a Fradinás sokkal gyengébb ellenfelekkel szemben, úgyhogy ez az idő most nem az elkeseredés, nem a szomorúság ideje, hanem a felkészülés ideje, most már látjuk, hogy mit tudnak a németek, nem verhetetlen csapat, megfogható csapat, nyilván sokkal jobb lett volna az 1 0 val játszani a Puskás Arénában, de a 2 0 sem elkeserítő, úgyhogy hajrá Ferencváros, össze kell szedni magukat, koncentrálta jól, és egy kicsit gyorsabban kell játszani, és az itt nagyobb hatékonysággal kell kihasználni. Ha ezek megtörténnek, akkor minden rendben lesz. Ennyit szerettem volna mondani, fel a fejjel tábor, fel a fejjel Ferencváros. Nincs vége a mérkőzésnek. A párharc akkor ér véget, amikor a második végén a bíró lefúja. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett vagy ha egyetértesz, vagy mindkettő, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt tehát a számlaszámon, vagy valamelyik támogatási szinten, amit beállítottam. Hajrá Magyarország, hajrá Ferencváros, a jó Isten áldjon meg mindenkit!